Folytatjuk a sorozatot abból az alkalomból, hogy Nyíklátháza 20 éve lett város, és mai vendégünk Surman Antal. Szervusz, köszönjük, szervusz, hogy elfogadtad a meghívást. Te alpolgármester voltál akkor, amikor a hivatalban lévő polgármester asszony váratlanul lemondott, és hát te vetted át a stafétabotot. Hogyan emlékszel vissza arra az időre? Hú, az egy képviselőtestület ülésen volt, amikor lemondott polgármester asszony, nyilván váratlanul ért engem is. De a képviselőtestületet is, de büszkén mondhatom, hogy nem felkészületlenül, tehát előtte is úgy egyeztünk meg, hogy a nagy pályázatokat, azokat ugye én koordináltam, és nyilván az intézmények életében is valamilyen szinten részt vettem. Nagy változás az abban volt, hogy itt már nem mint alpolgármester, hanem ugye mint polgármester. Ugye az embernek egy személyes vezető tulajdonképpen. És az embernek ugye a családi élete is egy kicsit másképp alakul. Nyilván itt kellett hozzá, hogy a családom is segítsen ebben. Mik voltak akkor a folyamatban lévő fejlesztések, amiket hát át kellett venned és befejezni? Ugye rengeteg, ugye ez a területi operatív programban volt a legtöbb pályázatunk. Akkor már indítottuk a bölcsödének a pályázatát is, amire nagyon büszke vagyok. Voltak utak, amiket szintén ugye meg kellett tárgyalni, le kellett beszélni, utána pedig végre kellett hajtani. Itt a kondi parkoknak a képítése, azt mondom, nagyon sok minden, sőt, látházi rendelő felújítás, piac tér, csak hogy így van, azok is akkor indultak, az is kapott egy egységes képet, hát ugye meg ne felejtsük el a tópartnak is a rendezetlen része, amit végül is funkcióval sikerült megtöltenünk. Sőt, elkezdődött ez a strandnak a kiépítése is. Az azt hiszem még a te idődben volt, ugye? Így van, ez egy turisztikai, az kettő projektből áll. Az egyik az a zöldváros része, ami fentebb van, ahol futókörök vannak, illetve a másik része pedig a strandnak a kiépítése. És ami még olyan nagy volumenű beruházás volt, emlékszem, az átadáskor a bölcsöde, 2019. Az egy hiányt pótolt itt Nyíklátházán. Abszolút hiányt pótolt, és mai napig, amikor ott megyek előtte, eszembe jut ugye az átadó ünnepség, illetve az utána a beszoktatások, sőt voltam még Éles Jankának a születésnapjára, és vittem virágot, ott akkor töltötte be a harmadik életévét. Meg hát tényleg ott a bölcsödénél ott elmondható az, hogy ott szinte minden ember, szinte minden vállalkozó tett hozzá valamit, sőt ne felejtsük el, ugye a hivatali dolgozók, az óvodai pedagógusok festették ki, rajzoltak szép kis bölcsödébe illő képeket ugye a falra. Volt, aki arra járt, akkor éppen söpörte be a homokat a területbe. Tehát mindenki hozzátett valamit a bölcsödéhez. De miért volt erre szükség? Tehát sietni kellett az átadással? Vagy nem? Vagy nem, csak nem. Egyszerűen szeretetből? Nem. Hát nyilván ugye az idényt már ott akartuk, hogy megnyíljon a bölcsöde, és azon voltunk, hogy ez minél hamarabb kész legyen, és ott tudjanak kezdeni a gyerekek. 2 évig voltál Nyíklátháza polgármestere. Hogyha visszamehetnél az időbe, akkor mit csinálnál másként? Egyáltalán másként csinálnál-e valamit? Hát én az az ember vagyok, hogyha valamit elkezdek, akkor 100%-on csinálom. Úgyhogy nem igazán tudnék olyat mondani, amit másképpen csinálnék. Volt, úgyhogy már reggel 5 órakor hívni akartam a városgondnokság vezetőjét, hogy akkor most mit fogunk csinálni, de kibírtam 6:30-ig, és csak akkor hívtam fel. Nem hiszem, akinek tudtam, segítettem, akkor is megmaradtak ezek a kapcsolatok, hál' Istennek. Nem tudnék olyat mondani, amit másképp csinálnék. Mire vagy a legbüszkébb? A gyerekeimre, családomra. De én a munkádra gondoltam most itt elsősorban. Én azt mondom, hogy Nyíklátházára, a kollégáimra, tényleg mindenkire, akik egy céljel mentünk, és beálltak mögém, és csináltuk. Amire még nagyon büszke vagyok, ugye rengeteg rendezvényt sikerült megvalósítani, sőt, nagyon jó volt látni, biztos emlékeztek a Szépkorúak karácsonyán Kovács Katit, amikor együtt tomboltak a Szépkorúak, és még meg is szavaztattam, hogy ugye a nyáron is meg fogjuk hívni, sőt ott láttuk ugye a kollégáimat is, akik a háttérbe táncoltak, tehát az is egy jó, jó érzés volt látni, hogy jól érezték magukat a Szépkorúak. Itt Nyíklátházán hogy látod, hogy mennyire fogékonyak az emberek a különböző például kulturális rendezvényekre?
Azt mondom, hogy nyilván megvan az a réteg, akit minden egyes kultúrára fogható. Itt én úgy gondolom, hogy korosztálytól függően kell rendezvényeket csinálni. Hát nem, a fiatalok már ugye egyre kevesebbet járnak sajnos színházba. Tehát őket is mással lehet megfogni, meg mást a közép réteget, illetve az időseket. Te hogy látod most Nyíklátház a jövőjét? Ha most te lennél a polgármester, mit tartanál a legfontosabbnak? Hát egy önkormányzat az olyan, mint egy vállalkozás. Vezetőre van szüksége. Nyilván ki kell tűzni azokat a célokat, amiket meg kell valósítani. Emögé fel kell állítani egy olyan apparátust, akik igenis, hogy azt csinálják, amit a célt, hogy elérjük. Kell lenni céloknak, és kell lenni álmoknak. De Nyíklátházán most hogyan látod, hogy Nyíklátház egy fejlődő kisváros? Mi felé tartunk? Nyíklátházának olyan adottságai vannak, amivel élni kell. Mire gondolsz? Hát én biztos, hogy a turisztikában nagyon sok mindent látnék. A tópartban? Akár. Na de hát ott elindult tulajdonképpen egy fejlesztés, vagy... Így van. Strand, nem tudom, hogy az hogyan működik. Azt én sem. A legközelebbi önkormányzati választáson indulsz-e újra? Meg szabad ezt kérdezni? Sokan biztatnak, és sokan szeretnék. Köszönöm szépen a beszélgetést. Én is köszönöm.